Jó, 2v1 van. De azt figyelitek, hogy 2v1 van. Jó, 2v1 volt, 2v1-be megöltek. Amúgy vehetjük úgy, hogy megnyertem az arénát, mert ez, hogy 2v1-be jönnek rám, úgy nyerik meg. Egy csomó harcot végigmentem. 10 emberrel harcolt körülbelül, tisztességesen harcot kiálltam. Egy HP-k maradtak, adtam a gyereknek aranyal, már témájelen velem, hogy ne 2v1-be jöjjenek rám. Megölöm a gyereket, jön, maradt 2 HP-ja, mert a harcot ingőmmel kikerülöm az ütését, alig tud belémítni a gyerek, és szomorú vagyok, nagyon elkeseredett, nagyon szomorú vagyok, hogy ez történt. Én tényleg becsületes, Én végig azon voltam, hogy tényleg becsületesen, szóval gyertek hetes aréna, ismét játszok, de hát nem hiszem, hogy menni fog, mert így, hogyha 2v1-be jönnek, pedig én tényleg kiálltam a tisztességemért, becsületesen harcot kezdtem, de a gyerek megfogja, semmibe veszi azt, hogy azért én, látjátok, hogy azért, voltam. Egyvesegyeztem. Persze többször is előfordult, hogy 2v1 sikerült legyőznem, de most így a végén, hogy beszorítottak kis helyre, és így egyvesegyezni. Én nem akarok semmit mondani, de ez így nem. Ez így csalás. Tehát szeretem a 2v1-et, nem szeretem a 2v1-et, nem hazudok. Eltűröm a 2v1-et Skype PvP-n, de itt nem, mert Skype PvP-n eszed az OP-t, és nem. De itt mit csinálsz? Semmi. Főleg, hogy ők ugyanolyan jó szettesek voltak. Nézd, figyeld, hátba jut a gyerek. Észrevette, F5-ben nézte is, hogy hátba jut a gyerek. És nézd. A gyereket nem lehet sebezni. Nem lehet ütni. Hiába ütöm, nem sebződik. De azt látod, nem sebződik. Ismét. Brandonex segítő kezet nyújtott. Ez azt jelenti, hogy valakinek segítő kezet nyújtott, aki már eleve elkezdett ütni. Tehát ismét egy 2v1-nek lehetünk tanulni. Elég a rézsből. Nem? Jó. Valaki rézsnek veszi, de... Nem, mert ha úgy nézzük, egy csúnya szót nem mondtam. Továbbá nem szittam senkit. Senkinek nem anyáztam. És nem. Nem is mondtam azt se, hogy anyák kerek. Én csak azt mondtam, csak túlságosan szomorúan, nem sebződik, hogy nem sebződik. Hát nem tudom, ő lehet, hogy tudott ütni, nem tudom, bár nem hiszem, hogy tudott ütni, lehet, hogy csak bug, majd meglátjuk. Tehát szeretném elmondani, hogy most ez, amit hallottatok, nem rage, nem sebződik sírás, csak a tényeknek a csupasz közlése. Írja a Malcolm, hogy káromkodjak ki minden magamból. Nem. Én nem vagyok az a fajta, aki úgy nem sebződik. Én így higgadtan szoktam lekezelni a helyzeteket. Harcot! Akkor kidolgozod magad? Hát vagy egy arénába, végigmész rengeteg, de rengeteg harcon. Harcot alig mond győzöl. Egy jelenetben én vagyok a személy, akiről beszélek egyes szám másik szemébe. És akkor így rád jönnek. Ten. Majdnem legyőzöd őket, mert keringőzöl. Vagy legalább próbálsz. A gyerek megfogja. És így. Ugye a lávába is beledobott. Meg. Ja. Az ilyeneket túl lehet élni. Persze. Nem azt mondom, mert most mi kaptam volna egy érmét, sokat érek vele. Csak az embernek a becsületessége, például a játékos is most így... Nem néztem a nevét, tehát úgy sem fogok rá emlékezni, hogy hát te voltál az a nem becsületes játékos. El tudom nézni, ha valaki egyszer csinálja ezt, de ha többször történik ilyen, akkor már nehéz. 11-en vagyunk most ebben az arénában, lehet valamivel könnyebb lesz, mint az előző. De szerintem felejtsük el azt, ami most történt. Tehát felejtsük azt el, hogy ez a szomorú dolog megtörtént. És legyünk, nem sebződik. Még nyugodtabbak. És pörgősek.
Nem sebződik. Ez az arénába akkor tudtunk volna kraftolni. Gyorsan steaket megeszem. Bocsánat, nem büfögés volt. Csak bekapcsoltam egy jó kis zenét. Na, merre vannak már ezek a játékosok?